Sziasztok! Csinálunk valamit. Ületes itt az eső, be vagyunk szorulva ide. Megpróbálok a kávémban rakni a földből. Ez az utolsó bioföldem. A jó anyag. Hát van még a másik fajtából, amit nem nagyon szeretek. De ha nincs más, muszáj vagyok azt használni. Elég meleg van ide bent. 26 fok, ki van nyitva az ablak. Esik az eső. Itt akarok jajzét vetni. Vetni akarok, meg... Hát várok egy telefont. Beállítjuk a kamerát. Azt a neki, milyen magasan ülök. Mi a franc? Jó. Minden a fenekem alatt van. Na, az a helyzet, hogy sok magra nincs is szükség, vagy sok földre nincs szükségem. Szamóca, guvát akar, gabát, vagy hogy a francba mondják ezt, tehát akarok vetni. Szóval, nem tudom mennyit próbálkozzunk, amennyi földem lesz annyival. Jó? Sajnos semmit nem tudok róla. Mélységre vetni, meg ilyesmi. Ez mindegyik izé lesz ilyen. Ilyen első teszt rakom izére, fél centire. Aztán végül is bokor. Azt majd látjuk, hogy mit ad ki. Aztán hát beszélgessünk arról, hogy mik történtek. Nem raktam ki filmet végül is. A filmből, amit Pápán csináltam, az annyira rövid lett, hogy úgy döntöttem, hogy nem rakom fel. Egyáltalán még rajta van a kompjúteremen, de nem tudom, pár percet az egész. Aztán inkább nem is. Szóval az történt Pápán, hogy meglátogattam a izét, Tamást, mivel ígértem neki, úgy volt, hogy viszem az autót átiratni, és ígértem neki növényeket, aztán az autó nem sikerült, de úgy voltam, hát megígértem a növényeket, akkor csak elmegyek, elviszem neki. És már Istvánnak is, a Rösnek is ígértem, hogy elmegyek hozzá. 2, 4, 6, 8, hogyha mind sikerül, akkor mit csinálok ennyivel? Elajándékozom, csináljunk 10-et. Nem is tudom, hány magban várjatok. 2, 4, 6, 8, 10, 15 magot kaptam. Na és akkor, hát ott voltam náluk. Vittem is ezért növényt, hoztam is növényt. És aztán, hogy ne egész nap csak ott üljünk náluk, elmentünk barátjához, akinek ilyen különleges kertje van a csávó, nagyon rám hajaz, szóval nagyon egyre áll a izénk. A gyűjtőkedvünk az ilyen furcsa növényekbe, őnek is sok mindennyi van, ami nekem van már. Őtőle kaptam ezeket a magokat is. Ezt a szamócaguvát nálam már terem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy... Hát azt hiszem, hogy be kell vinni, teleltetni. Hát ezt elfelejtettem. Szóval beszélgettünk, sokat mutatt az ő kertjét. Ki a franc nyűszög itt? Szomszéd? Itt nyűszög. Na és akkor megnéztük az ő kertjét, ott elbeszélgettünk vele. Ott készült egy pár felvétel, de hát mikor több emberrel vagyok valahol, akkor nem olyan filmezni. Szóval beszélgetünk, kérdezek, beszélgetnek, ők kérdeztek valamiről, odafigyeltem. Teljesen más, mint hogyha én sétálok valakivel, és akkor ezért mutatja a kertjét, mint mikor már, mit tudom én, négyen vagyunk.
és természetesen a négyből senki nem akar belekerülni a képbe, akkor már elég nehéz úgy filmezni, hogy állandóan valakire oda kell, vagy nem mindenkire oda kell figyelni. Tényleg beszúrom a kármémbe a földet, amit nem szeretnék. Aztán, szóval voltunk nála a kertbe, kertlátogatáson, aztán utána elmentünk egy másik helyre, ott akartam filmezni, viszont ott meg esett az eső. Tehát azért nem lett filmezés, az viszont egy nagyon érdekes hely volt. Az nem egy kert volt, hanem egy csávó, aki mindenféle citrusfélékkel foglalkozik, citrusféléket hoz be, nem csak gyümölcsöt, hanem pálmáktól kezdve mindenféle fajta növényt hoz be, azt hiszem Szicíliából, és azokat árulja. Vannak nála nagyon érdekes növények, például ez az ausztráliai kaviár citrom is nála van, de hát mit mondjak, szóval nekem nincs 18.000 forintom egy bokorra, semmi esetre sincs, szóval én nem adok ki annyit egy bokorért, amit teleltetni kell, ami, hogyha mit tudom én, egy olyan bokor lenne, vagy fa, ami itt nálunk Európában megél. Nem ideális neki az itt élés, de megél. Az igen, meggondolnám, hogy a 18.000 forintot kiadok érte, de egy olyanért, ami át kell teleltetni, meg van rá az esélye, hogy nem éli túl a telet. Nem, hát azt nem. Arra sajnálom 18.000 forintot, már csak azért is, mert jó lenne kettőt vásárolni belőle, mert van citrom, meg narancs színű is, hogy aztán a narancs színű az is citrom, vagy az kaviár narancs, nem tudom, ez nekem, ezt nem tudom, mivel én ezzel a növénnyel igazság szerint kb. Hát talán egy hónappal ezelőtt találkoztam, ismeritek azt a adást, nem tudom, azt hiszem spektrumon szokott menni, vagy hol a francba, nekem nem tudom, valahol a tévébe kapom el éjszakánként, mikor az asszony nincs itthon, akkor ilyen, nem is tudom, ilyen éjfél körül valamikor kezdődik, és akkor néha, hát néha sikerül megnézem egyet, néha elalszok rajta, és akkor egyet se. Van ez a Kertész kertje angol sorozat, és abból van egy olyan sorozat rész, ahol Ausztráliában van a kertész. Nem ez az angol kertész, amelyik mindig mutatnak, hanem egy másik, és ő mutatta be ezt az ausztrál kaviár citromot. Én ott láttam először, gondolkoztam, és egy de jó lenne, de aztán gondoltam, honnan a francból lehet ilyet szerezni. Nehéz. Szóval sok minden nem tudok róla. Viszont a Tamásnál van, most már egy pár darab, és van, amelyiken termés is van. Na ez van rajta azon a filmen, refilmeztem ezt a kaviár citromot. Lehet, hogy bevágom ezt a részt nektek ide. Ezt a kaviár citromos részt, hogy lássátok, hogy néz ki. Szóval hosszúkás citromok körülbelül ilyen ekkorák, ilyen tehát nem egészen tenyérnyiek, ilyen nem túl nagyok, ilyen 10 cm hosszúak kb. Nem túl vastag, és mikor szétvágod, akkor a belsejében ilyen kis golyók vannak, mint a kaviár. Szóval inkább mit tudom én, a belseje az inkább a gránátalmáira hasonlít, mint a citromra. De hát citrom. Na, szóval a levele másképp néz ki, mint a citromra. Elnézést, rövid volt az éjszaka. Na, szóval voltunk ennél a fazonnál,
Az érdekesség még ebben a faluban, ahol árulják ez a sok citromfélét, hogy a Húmia Eszterházi Mauzóleum ott van abban a faluban. Nem is tudtam, hogy egy ilyen picike kis, mondhatni picsányi faluban van az Eszterháziaknak a mauzóleuma, szinte majdnem szembe a házzal. És hát az lett volna még érdekes így megnézni, viszont az meg időpontot kell foglalni, hogy az ember bemenjen. Aztán én már néztem róla a videókat, vagy képeket, hát sok minden nincs, mit tudom én, koporsókat lehet nézegetni, ugye ez inkább nem érdekel. Viszont az épület magában jól néz ki. Utána elmentünk a kedvenc sajtüzemembe, ahol nagyon finom sajtot vásároltunk megint. Volt már arról szó, hogy ebben a sajtüzemben videózok, lehetetlenség. Szóval az asszony, aki csinálja a sajtüzemet, egyedül van, van egy-két segítsége, hébe-hóba, nagyon nem akarnak az emberek dolgozni, ezért egyedül van, és most már hát azt mondta, hogy vissza fogja magát egy kicsikét fogni, kevesebb termék lesz, mert egyszerűen nem győzi egyedül, és nem talál olyat, aki elmenne oda dolgozni hozzá. Úgyhogy sajnos van ilyen, most kimaradt három mag, elültessem ezeket. Nézzük csak meg, ha ráférnek egy ilyen izére, ráférnek egy ilyen placra, akkor azt a hármat is elvetem. Ha más nem, ha túl sok lenne nekem, akkor majd mikor jönnek hozzám vendégek, már pedig rá fog férni, és kikeltek, akkor kaphatnak a vendégek ilyesmit, úgy, mint most hétvégén is volt egy vendégem, mert tudjátok, mondtam, hogy nem csinálok találkozót, mert a tavalyi találkozóra én készültem, mint a vadállat, mindennel, aztán senki nem jött el, vagyis egy jött el, aki pont nem jelentkezett be, úgyhogy nem csinálok ilyet magamnak, csak gondokat, azért, hogy ez ugyanaz, de jó, ezt most kaptam. Na és akkor meg lehet engem látogatni, osztok valamit, én is adok valamit, és akkor így szépen mindenki jól jár, iszunk egy kávét, beszélgetünk egy jót. Ha szerencsétek van, az asszony csinál egy sütit is, mint most is szerencséje volt. Úgyhogy így ez van. És akkor aki nálam volt, ő is kapott növényeket. Nem mondom a nevét, mert nem biztos, hogy szeretném, hogy szerepeljen a név szerint a videómba. Aztán nem is videóztunk, mikor itt volt. Hát körbejártuk a kertet, kérdezgetett, válaszolgattam, beszélgettünk egy jót. Ilyenről lehet szó. Szólt egy héttel előtte, hogy jönne, aztán... Na, szóval, akkor megvannak a guvák, gabák. Ezért csinálok nekik egy táblácskát, hogy azért tudjuk, hogy kivel van, mert ha ezt ha nem sikerül, akkor... vagyis ha sikerül, akkor gondok lesznek. Várjatok, már volt nekem már kibontott, és nem? Majd összes izét, ami ott van, azokat le kell majd szép, ja itt van a kibontott, majd le kell őket radírozni a télen, ha az ember odafér. Na meg van egy tervem, azt egyelőre nem árulom el, hogy mi a nagy terv, de gondolkozok valamin. Na, samúca guvák.
faszányos. Ez is el van vetve. Szóval más nagyon nincs. Jó, volt az István, az sajnos családi okok miatt nem volt nagyon elérhető, ezért kinyitottam a kapuját, beraktam a növényt, amit akartam neki, aztán becsuktam a kaput, és eljöttem. Ja, ordibáltam, hogy ezért, hogy tudáltam, mint a hülye, meg ordítottam be a kapun, hogy ezért meghozták a szenet, hová támasszuk a lovat. Aztán az összes szomszéd, hát nincs sok szomszédja, csak ezért, csak így egy oldalról más arkiházba lakik, és képzeljétek el, két szomszéd is kirohant, hogy mi ez a nagy háborgás. De pont az István nem hallott meg. Aztán hazajöttem. Szóval ennyi volt. Hát a kocsi a szerelőnél van, most írtam a srácnak, hogy mi van a kocsival. Remélem lassan kész lesz, mert igazság szerint én beterveztem magamnak ezt a kocsis ügyet úgy, hogy gajakat kellene elhozni, de nagyon sokat. Menni akartam Becsehelyre fájért. Nem kakiért, nem az Endréhez akartam menni, hanem van ott eladó akác. Igazság szerint ilyen izékben ilyen 3-4 méteresbe adják az akácot, tüzelőt. Azt akartam hozni, és akkor nem tüzelni, hanem hát tüzelni is, meg oszlopoknak is. Szóval úgy gondoltam, hogy hozok magamnak egy kocsinyi akácot, és akkor lesz tüzelőm is, meg üzém is. Oszlopok is elég a kerítés csináláshoz. Aztán, hát úgy néz ki, hogy az asszonnyal úgy döntöttünk, hogy a mellettünk levő részt megvásároljuk még az idén. Ha reméljük, hogy összejön a keret, 500 000 forint. Mivel én nem szeretném, hogy valaki azt a telket megvenné, mivel jó, nem a legjobb telek, szóval nem a legjobb fekvése van, de igazság szerint lehetne építkezni rá, mert minden adott. Viszont én nem szeretném, hogy én nekem legyen egy hátsó szomszédom, aki aztán elkezd ott mit tudom én permetezni, vagy azt a területet elkezdik használni, és akkor arról az oldalról mit tudom én kapnék permetet, vagy bármi ilyesmit. Ezért mondtam az asszonynak, én jobban szeretném azt a területet megvásárolni, hogy nehogy valaki ott vagy mellém kerüljön, vagy mellénk. És akkor eldöntöttük, hogy ezt a területet megvásároljuk. Csak az az egy baj van, hogy még a gondozását nem teljesen tudom, hogy fogom megcsinálni a gondozását, mert akkor viszont le kell kaszálni, vagy valamit kell vele csinálni. Hát van rá egy ötletem, hogy mit csinálok, hogy írtam ki ott a gazt, vagy hogy teszem rendbe egyáltalán az, hogy síma legyen az a terület először, és azt kell megoldani, hogy kisímuljon a terület. Amúgy nem rossz, mert van rajta egy cseresznyefa is, ha már az ember letakarítja, van rajta a szelíd gesztenye is. Le kell takarítani ezt a területet le, aztán akkor le is tudnám az egészet keríteni egybe. Azzal együtt, ami már megvan, lenne egy jókora terület hátul. És akkor még talán azon is elgondolkoznék, hogy nagyobb tavat ásatnák ott lent, nem egy kicsit, amit szerettem volna locsolásra, hanem azért egy egészen szép nagy tavat lehetne oda lent ásatni. Bár még arra se találtam meg az embert, aki a kis tavat kiásatja, nem hogy egy egész nagyot. Na mindegy, előbb-utóbb úgyis találok valakit, aki kiássa a tavat, vagy előbb-utóbb megtalálom azt az embert, aki amikor tudni fogom, hogy mennyiért ásták ki azt a tavat. Na. Ja. Ha lenne egy markolós, az jó lenne. Meg egy izé kellene, igazság szerint. Egy markolós kellene, meg egy olyan utánfutó, traktorfutó, ami billencses.
hogy le lehessen borítani, mert akkor az ember kiszedné, felpaknokolna a kocsira, és oda leborítaná, ahol szükség van rám, ezt a földet el akarom telíteni utána úgy, hogy kiegyenesítsem azt a földrészt, amit hozzá vásárolok, szóval azt ki szeretném egyenlíteni, hogy ezért legyen sima, egyenes, vízszintes. Na, hát szóval így most ezekről van szó. Tegnap elkezdtem egy videót, de aztán az nem lesz jó. Mikor így kint bóklászok egyedül a kertbe, rengeteg sok jó ötletem támad. Meg rengetegszer van az, hogy vannak dolgok így eszembe jutnak, amit elmondanák nektek szívesen. És úgy döntöttem, hogy veszek egy pici notit. Mi az? Mi az a notit? Ilyen picike kis könyveskét, amivel lehet írogatni. És akkor mindig az ilyen gondolataimat a kertbe szépen leírom. És mikor elég sok összejön, akkor hozzáteszem még a tudásomat, ami összejött így évek alatt. És írok egy könyvet, úgy döntöttem. Mert tudom, hogy egyre kevesebben olvasnak könyveket. Mindenki inkább ezért, szóval inkább megnézi az ember videókat, mint ezért könyvet elolvassam, vagy valami. A rohanó világunkban teljesen elkortosolunk teljesen. Senki nem akar már olvasni, mindenki már csak vagy podcastba meghallgatja, vagy megnézi videóba. Ja igen, most már az is inkább, hogy már a videó is ezért túl sok időt veszel az emberektől, most már csak inkább podcastba hallgatják ezeket. Érdekes, hogy régen ez izé volt, szóval régen, mikor én gyerek voltam, voltak ilyen, nem is tudom, hogy hívták ezt, beszélő könyvek, amikor így a rádióban így izé elmeséltek egy könyvet. Nem elmeséltek, hanem ilyen podcastba meg volt írva. És akkor elmondták a történetet. És aztán ez teljesen ilyen feledésben merült, sehol nem lehetett vele találkozni, és most ez lesz a divat. Ez nem érdekes. Ja. Ugye a következő látogatók, akik jönnek hozzám, amiből nekem még sok van, hát ebből a tibeti szamócából tudok még adni. Addig nem kerülnek kiültetésre akkor az izéből. Elfelejtettem a nevét. Fáradt vagyok, inkább abba kéne hagyni ezt a videót. Én most ittam meg a kávét. Ezt meg kell locsolni. Felrakom oda, azt meglocsolom. De utána meg megmutatom mindjárt, hogy mekkora lebeleket növeszt itt nálam a zuborka. És én nem tudom miért, de hogyha én bent üvegházba uborkát nemelek, ez mindig ekkora leveleket hoz. És ez most másfajta uborka, szóval azt se lehetne mondani, hogy most azért, mert az óriás uborkáról van szó, szóval ez nem az. Ez betevő uborka, szóval savanyítani való. Mégis akkora baszott nagy leveleket nevel. Érdekes dolog. Ja, a héten meg valószínűleg eljutunk odáig, hogy ező lesz, nagy szürek lesz az a borsóból. Tegnap már leszettem egy adagot. Azt majd meg fogom főzni finomságnak. Borsó pörkölt, ez mindig az első szedés, az mindig borsó pörkölt. Aztán utána a következő szedések kerülnek lefagyasztásra. Ja. Nem tudom, most mutattam valamelyik nap, hogy néz ki a kert, bár a videó nem volt friss. Meg tegnap is vetettem, tegnap elvetettem a lila színű borsót. Akkor vetettem még direkt a földbe 6 bokor
nem, 12 pokor uborkát, mert egy lukból kettő szemet raktam, meg 3 bokor fehér cukkinit, amik hát később fognak érni. Tudjátok, meg az első, mert az elsők elkezdtek virágozni, szóval ezek, hogyha lemennek, akkor azok még teremni fognak. Ilyet kell csinálni, szóval ilyet, mikor az embernél, mit tudom én, az egyik dolog beindul szedéssel, akkor a következőt érdemes elkezdeni vetni, mert így ki tudjátok húzni egy kicsit a termelés, szóval nem egyszerre leterem minden, és akkor bum, mit tudom én, augusztus közepére, vagy augusztus végére leterem minden egyszerre, és akkor szeptemberben meg izé, hát mit csináljak, annyi hely van még a kertben, de már az idő nem elég rá. Na, ezt tudod kiköszöbölni akkor, ha ilyen időszakos vetéseket csinálsz, hogy mikor az egyik elkezd érni, akkor persze tavasszal ezt borsónál például meg lehet azt csinálni, hogy mit tudom én, a legelső borsót, azt mondom, amikor ilyen február végén, hamar, vagy később, hamarabb, nem, de a február végén elveted a korait, aztán mit tudom én, március végén elveted a középsőt, és akkor utána mit tudom én, április végén elveted a későit, és akkor ilyen izébe jönnek a borsók, bár a középsőt, meg a következő, szóval a utolsó, a késői, az lehet, hogy olyan gyorsan fejlődik, hogy majdnem egyszerre beérik a középsőbe. Szóval minél előre halladottabb a nyár, annál valószínűbb, hogy utolérik egymást a növények, ugyanúgy, mint itt a paradicsom. Mok is utolérték magukat, sőt, vannak olyan paradicsomai, vagyis a paradicsomot nagy része, ami nekem van, nem csak utolérték, hanem le is hagyták azokat a paradicsomokat, amik sokkal hamarabb lettek, már bent lakásba nevelve, mint amiket én idekint elvetettem. Az enyémek szebben fejlődtek, nem nyúltak meg, vastagabb lett a törzsük, mint azok, amik lakásba lettek, azok ilyen nyullánkok lettek nagyon. Tehát, na. Na jó. Van még itt paprika bent. Azon gondolkozok, hogy még lehet, hogy paprikát rakok itt vödörbe. Én hoztam egy chili paprikát is a Tamástól, mert az apósom szereti a chilit, így hoztam egy chili paprikát, ami hát most már kezd rendbe jönni. Kissé sárga volt, mikor hoztam. Ja, kurkuma van ajándékba, hogyha valakinek kell, de mondom, csak addig még meg nem gondolom és ki nem ültetem. Szóval, hogyha kijön a borsó, amiről tegnap szedtem, már pedig az, hát, ez a rajnaiba, ez a baj, hogy sokat nem lehet róla szedni. Az ember szed róla kétszer, egy korait, meg egy második szedést, aztán a rajnainak vége. Más, a kell van olyan csodájáról 3-4 szedést is le lehet szedni, a rajnairól nem, viszont a rajnai hamar érik. Korábbi fajta. Na, szóval akkor oda kiviszem a kurkumákat. Még abból a kurkumából, amit csináltam, nem is tudom, 3-4 évvel ezelőtt, abból nekünk már van fogyik, de még van. Úgyhogy az asszony mondta, hogy kurkuma lesz, persze, hát már itt nőnek. Elfelejtette, pedig veled vetettem meg a gyökereket. Na jó van. Na, azért lehetne még leszedni, van megint egy rakás izé, levem. Persze most már egyszerű, mert van most már izé, csapom leszedni a levet. Ja, hoztam még a Tamástól rengeteg sok fügecsemetét. Hát ilyen izéket, ilyen hajtásokat tudjátok, ilyen mellékhajtásokat. Viszont vissza lettek vágva, mert már éve egy 2 méter nagy volt, és elkezdett már elhervadni, úgyhogy azokat visszavagdostam őket, mit tudom én, ilyen 20-30 centire, és úgy el lettek ültetve. Hát sokat ültettem, az a szomszédnak is adtam, egyet raktam be a csirkékhez,
ide hozzá, meg megpróbálom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-et ültettem ide nálam. Ja igen, a 7 fügét, 6-ot ide a kertbe, 1-et a csirkékhez raktam a fügéből, és hoztam még 3 darab indián banán magoncot, 2-t kiültettem, 1 itt van bent, ami hát most már kezd új levelet hozni, szóval annak nem volt levele. A magoncok szépen fejlődnek. Ja, ez az indián banán is olyan dolog, hogy van az oltott, meg van a magonc, és most már azt vettem észre, hogy ahol magonc van a kertbe, mert a magonc a több virágot hoz, a termése viszont kisebb. Szóval a magonc van a kertbe, ott a valószínűbb az, hogy saját magukat beporozzák. Szóval nem kell pipiskedni hozzá, meg elpecsetelgetni, meg ilyesmi, hanem ott vannak egymás mellett, a magonc, meg a termelő, a oltott, és akkor ezek beporozzák. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy most hagyom itt a magoncot szépen növegetni, mikor elég nagy lesz, mikor mit tudom én, lesz 2 egészséges ága, akkor az egyik ágára ráoltom a jó fajtát, és akkor teremhet. Mondjuk elég sok fajta van az indián banánokból is, és szóval igazság szerint az lenne jó, hogyha mindegyik fajtából az ember szerezne egyet, és akkor úgy ráoltogatna a magoncra, és biztosabb lenne az, hogy beporozzák egymást. Na minden esetre az a biztos, hogy a magonc az beporozza saját magát, hogy miért? Nem tudom, ott a kalapácsom. Tegnap agyba fölkerestem a kalapácsomat, itt dumálok nektek, és kiszúrtam a kalapácsot, ott van az én mögött. A paradicsom mögött. A krézi eltakarja. Vagy az ildi, nem is tudom melyik az a paradicsom, de ott van alatta a táblácskája. Eltakarja a paradicsomot, de miért raktam oda? Mi a francot csináltam én, hogy oda került a kalapácsom? Na mindegy. Megmutatom mindjárt ezeket az óriási nagy levelőzét. Ubit. Tényleg óriási levele van. Hát, nem tudom miért sikerül nekem ilyesmit csinálni mindig. De szép. Szóval betegség sehol. Egyelőre. Na, nézzétek mekkorák a levelei. Nagyobb, mint a kezem. Oda néz. Teljesen eltakarja. Marha nagy levelei vannak. És nem mindegyik ekkora. Hát, erre mondják, az kicsattannak az egészségtől. De nem, nézzétek. Szerintetek ez milyen most itt? Fú, mi történik itt az üvegházba? Uborka, hegyek, hova legyek? Na, kalapács meg itt van mögötte, nézzétek csak. Ezt kerest. Hú, micsoda.